Több ezer cigány vonult fel a cseh fővárosban, hogy a diszkrimináció ellen tüntessenek. A cigány büszkeség napjának nevezett rendezvényen azt követelték a kormánytól, hogy tegyenek a cigányok felzárkóztatásáért. Csehországban a becslések szerint 250 000 cigány él, a többségük az elmaradott keleti területen. A romák is emberek, a gyűlölet nem megoldás. Ezekkel a szlogenekkel vonultak a csehországi cigányok Prágában a cigány büszkeség napján. A felvonulást először rendezték meg. A Károly hídnál a turisták jókedvűen fényképezték őket. A roma büszkeséggel azt fejezzük ki, hogy a romáknak is van önértékelésük. Erős öntudatunk van, de a fiatalok ezt gyakran elfelejtik. Nekik akarunk üzenni, mondja a felvonulás szervezője. A 10,5 milliós Csehországban 250 000 cigány él, többségük a sajtóban gettóként emlegetett telepeken. Ezt az illegális kolóniát 2 hete számolta fel Osztravában a rendőrség. A lakókat sertéstelepre költöztették, amit több civil szervezet is kifogásolt. Becslések szerint 300 hasonló telep van Csehországban. A romák az első számú áldozatai az uzsorásoknak és az ingatlanüzéreknek, de még a rendőrök is őket zaklatják a kilakoltatásokkal, mikor nincs hova menniük, mondja egy cseh aktivista. A cseh kormányt korábban európai civil szervezetek is bírálták, amiért a tervek szerint a cigány gyerekeknek 2013-tól a fogyatékosoknak fenntartott iskolákba kellene járniuk, hogy ne hátráltassák a fehér diákokat.